A tavalyihoz hasonlóan híres városi sikerrel zárult szombaton a Duna Asfalt DTKH Kecskemét körmend összecsapás. Legutóbb október 2-án játszhatott hazai környezetben Kecskemét együttese bajnoki mérkőzést, így az összecsapást nagy várakozások előzték meg. Váradi Kornél a csapat vezetőedzője elmondta, hogy hatalmas szívvel és energiával játszott a csapat. A második félidőben már a védekezésük is agresszívabb volt. Ekkor 11 pontos előnyt tudtak kialakítani, amit sikerült is megtartani. Ez vezetett a sikerhez. A meccs végül 82-69-es eredménnyel zárult. A hazai győzelemről bővebb összeállítást ma este 8 órakor láthatnak a Kecskeméti televízióban.